A magyar nyelv a legféltettebb kincsünk, minden nemzetnek a maga nyelve a legszebb. Vendégünk Tóth Augusta Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, aki hivatásával nagy hangsúlyt helyez az anyanyelv ápolására. Jó estét, szervusz Augusta, tegeződőművel régóta ismerjük egymást. Köszöntöm a nézőknek is sok szeretettel. Örülünk, hogy itt vagy. Adódik a kérdés, hogy mit jelent számodra a magyar anyanyelv? A munkád, a kommunikációd, a mindened, nem is tudnál nélküle élni, de igazából az érdekes az, hogy azon felül mit tudsz te hozzáadni, vagy mit kapsz tőle, véleményed szerint? Hát én mindent, a gondolkodásomat, a világnézetemet. A magyar nyelv az annyira árnyalt, annyira csodálatosan, pontosan fogalmazó nyelv, amivel gyakorlatilag mindent ki lehet fejezni. Egyébként én azt szeretem nagyon, amikor külföldiek csodálkoznak rá az anyanyelvünkre, és mondják, hogy nektek mennyi kifejezésetek van mondjuk egy szóra, amit mi csak egy szóval ez tudunk van, elmondani. De mi, aki tanulunk más országok nyelvét, és gyönyörködünk bennük, legyen az német, vagy angol, vagy francia, bizony rájövünk arra, hogy vannak olyan kifejezéseink, amelyeket egyik nyelv sem használ. Klasszikusokat csak pontosan mondják, de én nem tudom, Molnár Ferenc fordítója, angol fordítója mondta azt, hogyha ő magyar lett volna, akkor sokkal szebben tudott volna írni. Ez így igaz, ez nem volt más, mint azt hiszem, hogy Miller? Nem tudom már pontosan, de tudom. Igen, én is, de most megfogtál. Oké, mindegy, menjünk, de jó, hogyha jó hangzik. Hogyha már hangzik? A fordításoknál tartunk, szóval, hogy például egy Shakespeare műhöz mennyit tud hozzátenni egy magyar fordítás, csak erre gondolunk, hogy a mi fordítóink is milyen csodálatos munkát végeznek. De nem kell Shakespeare-ig elmenni, akár egy Flintstone család románnyi fordításában is. Egészen zseniális. Tehát én természetesen, én nagyon szeretem a saját nyelvemet, és naponta rácsodálkozok, ahogy lehet játszani. Őszinte, őszinte. Ez mindent. Egyébként az esetedben ugye arról is van szó, hogy van egy munkaeszközöd, így van. Csúnyán fogalmazva a magyar nyelv, irodalmi van. Nyelv, ugye irodalmároknak, drámaíróknak, költőknek használod a nyelvét és interpretálod, és van egy másik nyelv, amit használsz a postán. Igen. Különbözik-e? Hát nyilvánvaló, hogy különbözik, tehát nem fogok Shakespeare-i vagy Molière-i rímekbe beszélve a postás kisasszonyhoz szólni, de igazándiból az a döbbenetes, tudod, hogy két nagy gyermekünk van, és én viszont tapasztalom azt, amikor ezeken a drága kis kütyükön, ami egyébként a világot elindította, fölforgatta, számítógép, telefon, minden, igen? Hogy az ő nyelvezetük viszont egyre inkább ehhez idomul, ehhez a satnyuláshoz. Igen, satnyul, és rövidül csak pont a gyermek. Tehát, hogy holnap 5 órakor találkozunk, oké, ez egy ennyi. Pont a gyermekeidet említetted. Csúszom lefele egyébként. Azon gondolkodtam, hogy ugye szóban benne is van anyanyelvünk, hogy milyen hatással van ránk az édesanyánk ezen a téren is. Rád ki volt hatással, és az édesanyád milyen hatással volt rád ebből a szempontból, és kik voltak még komoly hatással, akik formálták az anyanyelvhez való viszonyodat? Hát nekem mindenféleképpen mind a két szülő, mert édesapám is és édesanyám is magyar történelem szakos középiskolai tanárok voltak, és én édesapám az nagyon szeretett szavalni is. Nyilvánvaló, hogy kinyitottad az Adi kötetet, vagy József Attila kötetet, és soroltál, elkezdted verset olvasni, és ő anélkül, hogy belenézett volna, folytatta. Tehát ő ennyire fölkészült magyar tanár volt. Édesanyám meg történelmet tanított elsősorban. Tehát én szerintem ezt anyatejjel is szívtam. A furcsa, azt azért elárulom, hogy 3 éves koromig nem nagyon akartam beszélni, azért ezt... Azt azért, hogy elmondom. Késői beszélő voltál? Nem, egyszerűen csak szavakat mondtam, vagy semmit, vagy költöttem rigmusokat, és aztán egyszer csak úgy elindult belőle a szó, és akkor például nagyon gyorsan beszéltem. Tehát, hogy nekem ilyen fokozatos, nekem a szakmám nagyon jót tett. Hogy én ez vagyok, aki, és engem rákényszerített a szakmám arra, hogy komolyan vegyem a nyelvem művelését.
Ha már visszatértünk a szakmához, Mezei Mária Ested is továbbra is fut a Dériné program keretében. Az ő hozzávaló viszonyod, illetve ehhez a darabhoz fűződő viszonyod hogyan köthető össze az anyanyelvvel? Ez nagyon, nagyon összeköthető, mert a Máriának, Mária szent küldetésének tartotta a szeretett színházat, a magyar nyelvű szeretett színházat, és ő gyakorlatilag járta az országot, amikor éppen mellőzte a szakma, akkor ő járta az országot az önálló estjeivel, és hirdette a magyar igét, ahogy ő mondta. Tehát ő szent küldetésnek tartotta a magyar nyelv ápolását és művelését. Rácsodálkozol, jártál külföldön? Nyilván te is igen. Sokszor jársz külföldön. Rácsodálkozol arra, hogy, vagy rácsodálkoznak, amikor te magyarul beszélsz, rád csodálkoznak? Igen. Ja. Nagyon egyszerű, most elárulok egy titkot, és ez nem az én fényezésem. A Terzopulosz itt van Magyarországon is rendezett, ez egy görög rendező, és megnézte a Csíksomlyói Passiót, amiben nagyon egyszerűen, de mégis... Szóval tudod, hogy az egyszerű beszéd az a leg... Játszottam én is, egy székelybeszéd. Igen, csodálatos. De nem csak az, hanem a teljesen egyszerű beszédben sokkal több munka van, mint amikor, amikor plasztikusan beszélsz. És az én igazgató most árulta el, hogy beleszeretett az én beszédembe, és mondtam, hogy ennek én nagyon örülök. Tehát, hogy a külföldiek igen, de nyilvánvaló ez közre játszik az orgánum is, vagy nem tudom. De nagyon szeretik hallgatni, ha beszélek magyarul, ezt tudom. Én nem csodálom, én is nagyon szeretem hallgatni. Szoktam nekik rigmusokat beszélni, tudod, ilyen nyelvtörőket is mondani. Egyébként miért van több munka, csak ha már említetted, az egyszerű beszédben, mint a magasztosban? Nem az, hogy a magasztosban, hanem tudod, van a valahogy a 90-es évektől elindult a színházakban a hétköznapi beszéd. Na most a hétköznapi beszéd elvész a színházban. Ha valaki hétköznapian beszél, az már a 12. sorban nem érthető. Na most úgy beszélni hétköznapian, hogy az átmenjen a 32. sorban is, az egy olyan technika, amihez azért az embernek birtokában kell lennie a saját torkának, hogy azt tudja a természetes beszédet hozni, hogy a néző megértse. Hmm. Ez ilyen egyszerű. Köszönjük szépen, hogy beszélgetünk az anyanyelv ápolásáról.